Folyamatosan túllépi a levegőbe kibocsátott megengedett ammónia mennyiséget a Marosvásárhelyi Vegyipari Kombinát. Az elmúlt napokban összesen 9 kihágást mért a környezetvédelem, egyikük a törvényes határérték közel kétszeresét is elérte. Szúrós csípős levegő, ködös láthatár, fuldokló emberek Marosvásárhelyen. A Marosvásárhelyi Vegyipari Kombinát gőzerővel működik. Ki vagyok akadva sokszor, mikor nézek erre fele például itt Medgyesfalváról, hogy mekkora a smog, és már rosszul vagyok tőle szó szerint. Itt állunk egy olyan fél órája, stoppolunk, aztán nézzük, alig lehet levegőt venni sokszor. Ez már rég itt van, nem mostani. Ez a bűz. Hány eszendeje, hogy itt van. Na, de hát miért nem, akkor miért nem javítnak rajta valamit? Bár modernizálják, a cégóriás még mindig okádja a mérget. Van, aki védi, mások elfogadják életterükben a túlzott ammónia jelenlétét. Ameddig ezeket a szagokat érezzük, azt jelenti, hogy vannak munkahelyek. Én 42 évet dolgoztam itt, és semmi bajom, hiába mint siránkozik a nép. Mit kellene mi civilek tegyünk? Az ilyen dolgok nem tőlünk függnek, hanem a környezetvédelemtől, akik közbe kellene lépjenek. Bár az illetékes hatóságok rendszeresen pénzbírságot rónak ki, a vegyipari kombinát farzsebből kifizeti és folytatja az aktivitást. Az elmúlt napokban 9 a megengedettnél nagyobb ammónia túllépést jegyeztek. Ezekből 8 túllépés pillanatnyi mérésekből származik, és egy esetben a napi átlagból. A legnagyobb érték 0,58 század volt, 0,3 tized helyett, vagyis a megengedettnek közel kétszerese. Ma dél körül is túllépés volt, 0,3 tized helyett 0,34 század. Az év végéig a vegyipari kombinát modernizálási munkálatait be kell fejezni. Az iparóriás vezetősége már évek óta ígérgeti, hogy csökkenni fog a szennyezés.